Iskolafelújítás Újfehértón, mintegy 350 millió forintból újult meg az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc tagintézménye. Emléktábla avatás, dr. Mohácsi Lászlóra, a Nyíregyházi Urológiai Osztály alapítójára emlékeztek a hétvégén. Mintegy 350 millió forintból újult meg az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc tagintézménye. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházás keretében szigetelték az iskola homlokzatait, műanyagra cserélték a régi nyillászárókat, valamint új kazánnal és radiátorok felszerelésével korszerűsítették a több mint 40 éves épület fűtési rendszerét is. Az energetikai fejlesztés részeként az iskola tetejére egy napelemrendszert is telepítettek. Teljes épületenergetikai felújításon esett át ez az Újfehértói Általános Iskola. A beruházás jelentős része Európai Uniós forrásból valósult meg, azonban az önkormányzat és a tankerület saját erőből elvégzett belső festéssel, valamint burkolatcserével segítette a korszerűsítést. Maga a pályázat az egy 350 millió forint volt, ez 100%-os támogatásban. A építési rész, tehát a kivitelezési rész az egy olyan 230 millió forint a pótmunkákkal egyetemben. Ez az iskola közel 400 tanuló jár ide, tehát annyi családot érint, ha úgy tetszik. A nevelőtestület az is közel 40 fő, akik ebben az épületben tanítanak, illetve a mellette lévő alsó tagozatban. A térség országgyűlési képviselője az ünnepségen azt mondta, a választókerületben számos infrastruktúrális fejlesztés folyik az oktatási intézményekben, valamint új bölcsödéket és óvodákat is építenek. A választókerületünkben, ugye, ami 33 település számlál, 13 top területfejlesztési operatív programba való iskola felújítás folyik, illetve fog megvalósulni hamarosan. Ez 4,2 milliárd forintot érint. 6 bölcsődét fogunk újat építeni, tehát a választókerületben. Ez 1 milliárd forintba fog kerülni, az építkezések már javában folynak. És ugyancsak 6 óvoda fog megújulni a választókerületben, mint egy 0,5 milliárd forintért. Az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára az átadó rendezvényen elmondta, a kormány célja, hogy megerősítsék a hazai köznevelési intézményrendszert. Az a célunk, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió 5 leginkább élhető országa közé tartozzon. Ehhez nagyon sok intézkedésre, nagyon sok fejlesztésre van szükség. Ezek közé tartozik, hogy meg kell erősítenünk a magyar köznevelési intézményrendszert is. Ennek egy része az infrastruktúrális fejlesztés, amit itt is, aminek a keretében ma itt is átadhatunk olyan elkészült eredményeket, amik az elmúlt hónapokban fejeződtek be. Megújult ennek az iskolának a hőszigetelése, új kazán, új radiátorok kerültek el helyezésre, napelem került a tetőre, ami azt jelenti, hogy egy jobb, egy élhetőbb, egy otthonosabb környezetet biztosít a diákok számára, az itt dolgozó pedagógusok számára, és ráadásul egyébként az intézménynek az energiahatékonysága is jelentősen javult, azaz üzemeltetése is olcsóbbá és sokkal környezetbarátabbá vált. A rendezvényen elhangzott, a választókerületben az oktatási intézmények felújítására mintegy 6 milliárd forint érkezett az elmúlt években. Működésének 50. évfordulóját ünnepelte a Józsa András Oktatókórház urológiai osztálya. Ennek részeként a 20. század legnagyobb magyar urológusának, dr. Mohácsi Lászlónak állítottak emléktáblát Nyíregyházán. A férfiak nagy része még mindig ritkán vesz részt urológiai vizsgálatokon, pedig a prosztatarák a férfiak második leggyakoribb daganatos megbetegedése a tüdőrák után. Dr. Mohácsi László két munkatársával együtt 1968-ban 10 ággyal indította el az urológiai osztályt Nyíregyházán. Évtizedeken át dolgozott és vezette is azt, az urológiai sebészet történelmében megkerülhetetlenné vált a neve. Úttörő műtéti megoldásokkal operált, és bár szakmailag maradandót alkotott, mindig szerény és emberséges maradt munkatársaival és betegeivel egyaránt.
Így emlékezett vissza rá dr. Kolozsi Zoltán, nyugalmazott osztályvezető főorvos, aki együtt dolgozott Mohácsi professzorral. Dr. Mohácsi László címzetes egyetemi tanár is volt, valamint a Nyíregyháza város díszpolgára címet is megkapta. Emlékét egy tábla őrzi ezentúl a Józsa András Oktató Kórház urológiai osztályán. Bizonyos vagyok benne, hogy a 20. század a legnagyobb magyar urológusa volt. Volt 20 év a 20. század második felében, amikor gyakorlatilag minden területen maradandót alkotott, kiemelkedőt alkotott, és a személye megkerülhetetlen bármiféle urológiai visszaemlékezésben, szakmai visszaemlékezésben. Ami a emberi részét illeti, az pedig az egészen kivételes volt. Tehát azt a szeretetet, humánumot, amit az emberek iránt, a munkatársai iránt, azt a atyai megértést, az egészen kiemelkedő. Ilyennel nem találkozik az ember egyel életében, vagy egyel se. Jelenleg 13 urológus dolgozik az osztályon, ahol az elmúlt években komoly eszközbeszerzések és fejlesztések is megvalósultak. Így a magas szakmai színvonal mellett az ország egyik legjobban felszerelt osztályának számít a nyíregyházi. Most a 30 ágyas fekvőbeteg ellátást évente 2000-en veszik igénybe, a szakrendelésen pedig több 10 000 beteget látnak el egy év alatt. A férfiak nagy része szemérmesség vagy információ hiány miatt nem vesz részt az urológiai szűrővizsgálatokon, közölte Adányi József főorvos, pedig a prosztatarák a férfiak második leggyakoribb daganatos megbetegedése a tüdőrák után. A prosztatarák az egy mai olyan daganat a modern kornak, egy olyan daganat, ami nagyon-nagyon gyakran fordul elő a férfiaknál, egyre gyakrabban sajnos, és hogyha későn kerül felismerésre, akkor ugye nagyon nehéz már kezelni, nagyon nehéz meggyógyítani a betegeket, viszont korai felismerés nagyon fontos ebben a betegségben, és nagyon jól lehet szűrni ezt a betegséget, és nem kell szégyelni eljönni urológushoz és a vizsgálatba beleegyezni, mert bizony, hogyha korán felismerjük a daganatot, akkor nagyon hatékonyan és korszerűen tudjuk a betegeket meggyógyítani. 50 éves kor felett érdemes évente egyszeri alkalommal urológiai szűrésen részt venniük a férfiaknak egészségük érdekében, tette hozzá Adányi József. Az adventi forgatagok zsúfoltsága kedvez a zsebtolvajoknak. A rendőrség számos jó tanáccsal próbálja megvédeni a vásárokban nézelődő embereket. Többek között azzal, hogy mindig ügyeljenek arra, hogy a táska be legyen cipzározva. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nem lett kevesebb a zsebtolvaj, viszont a vásárlók jobban odafigyelnek az értékeikre. Már ünnepi fényárban úszik Nyíregyháza belvárosa. Vasárnap meggyújtották az első adventi gyertyát a város koszorúján, és Varga Miklós is koncertezett a Kossuth téren. Ezzel pedig hivatalosan is megnyitotta kapuit az adventi forgatag. Ilyenkor nem csak a gyalogos forgalom növekszik meg, hanem a gépjármű forgalom is a főbb közlekedési útvonalakon. Sokan ilyenkor gépkocsival közlekednek. Nagyon fontos kiemelni, hogy a gépkocsi feltörések megelőzése érdekében lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljanak le, hogyha éjszaka este közlekednek a lakosok. A gépkocsiból történő kiszállás előtt ellenőrizzék, hogy valamennyi ablak fel van húzva, és a gépkocsitől történő távozást megelőzően nézzék meg, hogy be vannak-e valóban zárva a gépkocsi ajtajai. Az utastérben sosem hagyjanak látható módon értéktárgyat. És nagyon fontos megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogyha mégis megtörténik a gépkocsi feltörés vagy a zseblopás, akkor a közelben lévő rendőrt azonnal keressék meg, vagy ha nincs a közelben rendőr, akkor a 112-es segélyhívót hívják, és közéljék mielőbb, hogy mi történt. Ez azért fontos, mert a rendőrség számára ahhoz, hogy az elkövetőt elfogja, minél gyorsabb információkra van szüksége, illetve az értékek visszaszolgáltatása is sokkal könnyebben működik ezekben az esetekben. Nem csak a gépjárműben hagyott értéktárgyak vonzák a tolvajokat, hanem a forgatagban vásárlók nyitva felejtett táskái is. Ezért a megnövekedett forgalom miatt fokozott járőrszolgálatot lát el a rendőrség a Kossuth téren, a bevásárlóközpontokban, a vasútállomáson és az autóbuszpályaudvaron. Ebben a közrendvédelmi munkában a járőröző rendőröknek a polgárőrök és a közterületfelügyelők is segítenek. Hiszen a szemfüles zsebtolvajoknak egyetlen pillanat is elég lehet, amíg valaki elteszi a megvásárolt ajándékot a pultról a táskájába.
Ebben az időszakban nem csak a vásárlók és egyéb más érdeklődők száma emelkedik meg a piacokon, bevásárlóközpontokban vagy akár a karácsonyi forgatagban, hanem sajnos a zsebtolvajok is aktivizálják magukat ebben az időszakban. Éppen ezért nagyon fontos, hogyha valaki ilyen helyen közlekedik, akkor a farzsebében mobiltelefon, pénztárcát sosem tároljon. Ha kézitáskát visz magával valaki, akkor az minden esetben a kezébe legyen, tehát ne hagyja őrizetlenül, annak a zárját, cívzárját mindenképpen zárja be. Lehetőség szerint minél kevesebb készpénzt vigyenek magukkal a lakosok, ha egy mód van rá, akkor próbálnak bankkártyával fizetni. A vásárokban azonban még kevés helyen lehet bankkártyával fizetni. Készpénzes vásárlásnál figyeljünk arra, hogy megfelelően adott-e visszajárót az eladó. Érdemes jobban megnézni a bankjegyeket is, nehogy hamis kerüljön közéjük. 80 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert a Nyírtávhő Kft. Az épület energetikai korszerűsítés a Népkert utcai, valamint két Család utcai épületet érintett, ahol a cég dolgozóinak 90%-a végzi a munkáját. A fejlesztéssel mindhárom épület energia besorolása BB minősítésre javult, így az üvegház hatású gázkibocsátásuk éves szinten több mint 80 tonnával csökken. Az elmúlt években közel 1 milliárd forintot fordítottak a nyírtávhő fejlesztéseire, fővezetékcserékre. Most egy 80 millió forintos Európai Uniós támogatással megvalósult projekt keretében három központi szerepet betöltő épület energetikai korszerűsítése is megtörtént. Az elmúlt 8 évben a nyírtávhő a föld alatt dolgozott leginkább, most ezzel a föld felszíni fölött is megjelent. És szükség volt rá, mert a rendszer nagyon elavult, az üzembiztonságot veszélyeztető problémák álltak elő, és különösen nagy probléma volt, hogy a fővezeték rendszerben, ezért az elmúlt években 8,3 km hosszan kicseréltük azt a régi elavult, elrozsdásodott, rendszeresen kiukadt régi vezetéket, amit egyébként annak idején ki is állítottunk a Kossuth téren, hogy bemutassuk a nyíregyházőknek, hogy miért van szükség arra, hogy a félváros feltúrjuk. Most már ezek jól működnek, történt hálózatbővítés is, és ahogy igazgató mondta, ma már olyan versenyképes a nyírtávhő, hogy új jelentkezések is vannak, közületek, intézmények, cégek, akik szeretnének rákapcsolódni a rendszerre. A nyírtávhőt a saját területén az ország egyik legjobb cégeként tartják nyilván, hiszen versenyképes, modern, környezetkímélő és fenntartható szolgáltatást nyújt. Az örökös földi épület 40 éve nem újult meg, pedig 1800 lakás, 200 középület és közel 8000 ember hőellátását biztosítja. Ezért az egyik legfontosabb cél, hogy minden fejlesztéssel mikro- és makroszinten is csökkentsék az energiafelhasználást. A nyíregyháziak jelenleg közel 30%-kal kevesebbet fizetnek a fűtésért az ország más részeihez képest, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ezt a folyamatos fejlesztések teszik lehetővé. Épület energetikai korszerűsítés, amelyben lábazat hőszigetelés, vakolat, új vakolat felhelyezése, oldalfalak szigetelése, nyilászáró csere, napelemek beépítése volt a tetőre. Ezzel a beruházással 20 kW napenergia hasznosításához építettünk be fotovoltaikus napelemeket. A korszerűsítés több mint 8000 gigazsúl megtakarítással jár éves szinten. Ez jelentősen javítja az energetikai mutatóinkat, illetőleg a villamos energia önfogyasztásunkban jelentős mértékben hozzájárul, hiszen ezeken a telephelyeken elég jelentős villamos energia felhasználás is van. A beruházással az üvegház hatású gázkibocsátás éves szinten több mint 80 tonnával csökken. A fejlesztések pedig nem állnak meg, már a következő évre is vannak nyertes pályázatai a nyírtávhőnek. Megszerezte harmadik győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttes az NB1 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Puskás Akadémia csapatát verte 1-0. A várdaiak szerdán Magyar Kupa mérkőzésen Szentlőrincen lépnek pályára, majd szombaton a tabellán közvetlenül előttük álló Diósgyőrhöz látogatnak. Szeptember 15-i óta tartó nyeretlenségi sorozatát akarta megtörni a Kisvárda Puskás Akadémia ellen. A több alapemberét nélkülöző házigazda biztonságra helyezte a hangsúlyt, a 35. percben pedig a vezetést is megszerezték a várdaiak. Proticsívelt előre, Horváth Zoltán pedig a rosszul kimozduló Danilovicsot megelőzve a kapu bal oldalába gurította a labdát.
Az első félidő hosszabbításában kis hián egyenlítettek a felcsútiak, Knezevics lövését azonban bravúrral hárította Felipe. Szünet után a brazil kapus ismét megmutatta, hogy joggal tartják az élvonal egyik legjobb hálóőrének, majd a 60. percben ismét ő mentette meg csapatát a góltól. A 78. percben hegedűs szabadrugását hárította a várdai közönség kedvenc, hozzásegítve ezzel csapatát a 3 ponthoz. Az első félidőben azért azt mondom, hogy kiegyenlítettebb játék folyt, mind a két kapu veszélybe került, és úgy gondolom, hogy egy előrevágott labda után az ellenfél hibázott, és megszereztük a vezetést, aminek nagyon-nagyon örülünk. Viszont az, amit a második félidőben csináltunk, ezt nem kérte senki a csapattól. Csúsztak, másztak, viszont komoly veszélyt nem jelentettünk az ellenfél kapujára. Azt kell, hogy mondjam, hogy 1-0 után ezt a mérkőzést, hát hogy egy pici kis szerencsével, de kivédekeztük. Viszont volt már olyan mérkőzés, amikor nekünk sem volt semmi szerencsénk. Úgyhogy itt most úgy néz ki, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy itt a végeredmény számít, 1-0-ra nyertünk, tudtunk szerezni 3 pontot hosszú idő után. Talán egy kis önbizalmat ad a játékosoknak, és bátrabban fogunk tudni futballozni a következő két mérkőzésen. A vendégek vezetőedzője szerint a helyzetek alapján legalább 1 pontot kellett volna szerezni a csapatának. Két különböző félidőt láttunk. Az első félidőben gyakorlatilag semmiből talált egy gólt a Kisvárda hazai csapat. Ennek ellenére hozzáteszem, hogy mi nagyon passzívak voltunk. Ugye uraltuk a játékot, de nem játszottunk gólveszélyesen. Bár az utolsó percben volt egy nagyon-nagyon komoly lehetőségünk, mert a Felipe állított. Talán a mai nap az róla szólt, hiszen a másik fél évvel egyértelműen voltuk a játékot, rengeteg zicsert dolgoztunk ki, nagyon-nagyon nagy helyzeteket tudtunk teremteni. Ilyen komoly lehetőségeink szerintem a bajnokság elég három meccsen volt, mint ilyen számban, mint ahogy a mai találkozón. Mégsem volt elég az X-esen. A forduló további eredményei a következők: Mezőköves-Dújpest 0-0, Szombathely-Diósgyőr 1-1, MTK Budapest-Debrecen 0-1, Paks-Ferencváros 0-3 és Molvidi FC Budapest-Honvéd 2-0. A tabella élén a 36 pontos Ferencvárosnál megelőzve a 31 pontos Molvidi FC-t. A 12 pontjával 11. Kisvárda szombaton Diósgyőrben lép pályára, előtte azonban szerdán Szentlőrincen még magyar kupa meccset játszik Dajka László együttese. Előnnyel várja a CEV kupa visszavágóját a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese a párharc első felvonásán 3-1-re győzött svájci Düdingen otthonában. A nyíregyházi röplabdázók vasárnap a Szombathely elleni 3-0-ás bajnoki sikerrel hangoltak a szerdai Düdingen elleni találkozóra. Győzelemmel mutatkozott be a nemzetközi porondon a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttes a Svájcban 27-re nyerte az első játszmát, amit a folytatásban egy 14-re hozott szettel egyenlített ki a házigazda. A harmadik játszma végén a 6. szettlabdát értékesítve kerültek előnybe a vendégek, akik aztán már nem is engedték ki a kezükből a mérkőzést, előnyszerezve a visszavágóra. Már az elején azt mondtam, hogy két mérkőzésbe kell gondolkozni. Megmondom őszintén, hogy titkon reménykedtem abban, hogy hát ha valami jó eredményt elérünk, ez nálam azt jelentette, hogy mondjuk két játszmát tudunk nyerni, és akkor idézőjelben pont előnyből tudjuk várni. A lányok hála Istennek az elvárásaimat is túl teljesítették, és már nyertek az első mérkőzésen. Ami én úgy gondolom, hogy látva a Düdingen erősségét, ez mindenképp egy óriási fegyvertény. De arra is felhívtam a lányok figyelmét, illetve hát azért a közvélemény figyelmét, hogy ez nem egy egyszerű csapat. Tehát biztos vagyok benne, hogy kőkeményen fognak küzdeni itt Nyíregyházán. Én nagyon bízom benne, hogy a lányok átérzik a lehetőség súlyát. Igazából nem akarok semmi terhet rájuk tenni. Tudják, hogy miért dolgozunk és miért kelünk fel minden nap, úgyhogy én remélem, hogy egy jó mérkőzéssel ki tudjuk szolgálni a hazai közönséget. A nyíregyháziak vasárnap az Extraligában, a Bemiskora csarnokában 3-0-ra verték a Szombathely csapatát. Nagyon nem egyszerű volt ez a mérkőzés, habár az eredmény azt mutatta, hogy simán hoztuk a Szombathely elleni mérkőzést, de ugye azért csak utaztunk előtte, ugye haza kellett jönni Svájcból, amit ugye kevesebben tudnak, hogy a nemzetközi mérkőzéseken Mikasa labdával játszunk, az itthoni Gála labdával. Igazából egy napunk volt fölkészülni a Szombathely ellen, ráadásul ugye a Benn Miskolába, tehát annyi tényező, nem is úgy mondom, nem várt tényező, de szokatlan tényező volt, ami miatt egy kicsit én tartottam ettől a mérkőzéstől, hogy fogjuk tudni kezelni.
Nyilván nem játszottunk valami frenetikusan, de tényleg hála Istennek a lányok odafigyelve helyenként úgy játszottak, ahogy kellett. Úgyhogy ez mindenképp a kötelező győzelem kategóriába tartozik, és most már tudunk hála Istennek készülni teljes erőbedobással a szerdai kupatalálkozóra. A Fátum Nyíregyháza Düdingen mérkőzés szerdán 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Teljes épületenergetikai felújításon esett át az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc tagintézménye. A beruházás keretében szigetelték az iskola homlokzatait, műanyagra cserélték a régi nyillászárókat, valamint új kazánnal és radiátorokkal korszerűsítették a több mint 40 éves épület fűtési rendszerét is. A férfiak nagy része még mindig ritkán vesz részt urológiai vizsgálatokon, pedig a prosztatarák a férfiak második leggyakoribb daganatos megbetegedése a tüdőrák után. A József András Oktatókórház urológiai osztályán évente 2000 fekvőbeteget kezelnek, a szakrendelésen pedig több tízezer beteget látnak el. A hétvégén működésének 50. évfordulóját ünnepelte a József András Oktatókórház urológiai osztálya. Ennek részeként dr. Mohácsi Lászlónak, az egykori osztályvezető főorvosnak állítottak emléktáblát Nyíregyházán. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 3-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk esővel. Változó, többnyire nagy nedvesség tartalmú, nyugat felől eleinte enyhe levegő áramlik térségünk fölé, majd kedden egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Eső, zápor, helyenként ónos eső is várható. A délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd kora délutántól felhő átvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Eső, zápor, estétől a hegyekben néhol hózápor is előfordulhat, a délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül. Délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő egy hét során változékony időre van kilátás, általában rövid időszakokra süthet ki a nap, erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző. Több helyütt számítani kell esőre, főleg az északkeleti országrészben helyenként ónos eső, havazás is előfordul. A minimum hőmérséklet nagyrészt fagypont körül valószínű, a hét közepére gyengül, pénteken átmenetileg kissé megerősödik a nappali felmelegedés.